az aktív időskort elősegítő tevékenységekről számoltak be Pécsen. A tájékoztatót az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete és Pécsi Tagszervezete rendezte. Ennek keretében szó esett arról a programról, melyben a V4 országok együttműködve támogatják a szépkorúakat. Egy pályázat keretében felmérést készítenek a nyugdíjasok véleményéről, szándékáról, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy aktívan tudjanak élni. Ez pedig nem csak a sportolást jelenti. Az aktivitás az arról is szól, hogy elmenjenek színházba, koncertre, részt vegyenek a család munkájába, vigyázzanak az unokákra, vagy vigyék az unokákat az edzésre, vagy külön órára. Tehát minden olyan lehetőség, ami azt jelenti, hogy nem otthon a kis lakásába begubózva él egy idős ember, vagy idősödő ember. Ez a program 2023. júniusáig tart, ezt követően hazánkban, Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában is szeretnék megvalósítani az elképzeléseket. A tájékoztatón emellett arról is beszéltek, hogy megjelent egy az időseket célzó kiadvány is, melyben a nyugdíjasoknak szóló programokról, támogatásokról olvashatnak az érdeklődők. Az első fő része a különböző szociális szolgáltatásoknak a bemutatása, részletes információval, hogy melyik szolgáltatás milyen intézményekben érhető el. A következő nagy rész a különböző idősügyi szervezeteknek és nyugdíjas kluboknak a programjai. Ezt a részben az idősügyi tanács tagjainak a segítségével gyűjtöttük össze. A harmadik részben pedig helyet kapott minden olyan program, ami az időseknek szól, akkor is, hogyha ezt nem kifejezetten idősügyi szervezetek indították el vagy működtetik. Nagy Zsuzsanna hozzátette, hogy mindezek mellett egy 2011 óta zajló programot is folytatnak, mely a Fit Nagyi nevet viseli. Ennek keretében úszodai mozgásfejlesztésen vehetnek részt a szépkorúak szakértő segítségével.